Már csak egyet kell aludni, és kezdődik a női kosárlabda Magyar Kupa 8-as döntője, amit idén Győrben rendeznek. A háromnapos torna szombatig tart, ekkor rendezik a bronzmérkőzést és a döntőt is. Mindenképpen szerettük volna, hogy a kosárlabdázók országos szövetsége, hogy az arénába, tehát az Audi arénába, még mielőtt az Európa-bajnokság lesz, komoly kosárlabda-mérkőzéseket játszanak. Ennek az apropója a női Magyar Kupa döntője, hogy az első két nap a Magvasiba lesz még, de a szombati eseményt, a bronzmérkőzés, a döntőt már a nagy nyilvánosság előtt az Audi arénába fogják a négy legjobb csapat játszani. A szombati nap lesz tehát az első az Audi Arena tavaly november óta íródó történetében, amikor a komplexum kosárlabda mérkőzésnek ad otthont. Szalai Ferenc, a kosárlabda szövetség elnöke elmondta, hogy Győr a női kosárlabdázás egyik meghatározó bázisa, ezért is döntöttek úgy, hogy itt legyen a 8-as döntő. A győri kosárlabda az elmúlt években nem keveset fejlődött, erősödött. Volt már magyar bajnok, kupa győztes, sok mindent tett már a magyar kosárlabda asztalára le. Úgy gondoltuk, hogy a győri kézilabdával való versenyt segítjük avval, hogy idehozunk egy magyar kupa döntőt, és aztán hozunk ide közép döntőt a női Európa bajnokságból is. Én azt gondolom, hogy minket kellőképpen húz a női kézilabda eredményessége. Jó példa az, hogy hogyan és miképpen lehet haladni ebben előre. És példa lehet a decemberi kézilabda Európa-bajnokság rendezése is, hiszen hamarosan újabb kontinens tornának ad otthon Győr. Júniusban jön a magyar-román közös rendezésű kosárlabda EB, ahol az egyik középdöntős csoportnak ad otthont a város. Így a Magyar Kupa 8-as döntője egyben az EB főpróbája is lesz. Szerettük volna kipróbálni, hogy legalább egy napon mennyire alatt tudunk mobil parkettát behelyezni, mennyire alatt tudjuk megcsinálni a palánkokat, az eredményjelzőt, és ez egy jó főpróba, mert az első fordulós Sopron és Szombathely után nagyon sok időnk nem lesz arra, hogy berendezzük az arénát, és ez volt a másik szempont, hogy föltétlen hozzunk ide egy ilyen komoly eseményt. A Magyar Kupa 8-as döntőjében a győri kosaras hölgyek elsőként csütörtökön a Zalaegerszeg ellen lépnek parketre. A negyeddöntőket egyébként a Magvasi sportcsarnokban rendezik, a belépés erre a napra ingyenes.